Egy kétségbe esett nőtett feljelentést a rendőrségen, és arról számolt be a nyomozóknak, hogy egy kunszentmártoni férfi és egy békéscsabai nő prostitúciós tevékenységre kényszerítették. A sértett elmondta, hogy nehéz anyagi körülmények között él, és a páros kihasználva kiszolgáltatott helyzetét 2022. decemberében rávette arra, hogy dolgozzon nekik, bocsássa áruba testét. Rögtön regisztrálták a nőt egy szexpartner kereső oldalra, majd meghatározták számára, hogy a kuncsaftok számára 0-24 órában rendelkezésre kell állnia. A sértett több magyarországi városban is nyújtott szolgáltatást, végül februárban arra kényszerítették, hogy Svájcban folytassa a tevékenységet. A prostitúcióból befolyt összeggel a nőnek természetesen el kellett számolnia. Futtatói folyamatosan felügyelték tevékenységét, és ha a bevétellel nem megfelelően számolt el, akkor megfenyegették. A rendőrök a nyomozás során több bizonyítékot is beszereztek, amelyek alátámasztották a sértett elmondását, így elfogták a duót. A nyomozók emberkereskedelem és kényszermunka büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket, majd őrizetbevételükről határoztak és kezdeményezték letartóztatásukat.